Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futballkártszón, és a mai videóban pedig kártyaháború, visszavágó. Eljött a pillanat, hogy visszavágjunk egymásnak, megnézzük, hogy mit sikerül összerakni ennyi pakból, plusz megbolondítottam most azzal, hogy a sima csomagok mellett ugye ezekből egyetlen egy kártya választható ki a csapatba, ez 15 pak, és van egy ráadás prémium csomag, hogy tényleg legyen valami kis fineszesség az előző kártyaháborúhoz képest, valami plusz, és ez a limited vagy a mögötte lévő akár giant kártya adhatja meg az igazi varázsát ennek, úgyhogy van egy ilyen pak, 16 bontatlan csomag, ugye 11 a kezdőjátékosoknak, és a cserepadot is fel kell tölteni valamivel, úgyhogy így jön ki igazából összesen a 16, mert 5 játékos kell cserepadra. Nézzük meg, összerakom a keretemet, utána Peti is, én kivonulok, megyek valahova, mit tudom én, postázok meldéket, és utána pedig Peti is összerakja a saját csapatát, és akkor megnézzük, hogy mire megyünk egymás ellen, ő most nem látja, nincs még itt, úgyhogy itt a pakja. Neki is egy ugyanilyen csomag van összeállítva, ebből fogja majd ő összeépíteni a keretet, és a végén megmérkőzzük egymás ellen, és a kibontott kártyákat tét, tehát azt a mindenit. Azért itt van tét, nem mintha nem cserélgetnénk egymással, de azért na. Szeretném én a momentumot. Értitek? Már ha nyitunk momentumot. Nézzük akkor. Összerakom a csapatot, kezdődjön a buli. Kapusra oda kell figyelni. Ohohohoho! 98-as kapussal mondjuk azért nem rossz indítani. Most megvan a kapus. Az akkora stresszt venne le rólam, hogy már az elején megvan a kapusom. Ugye kapus nélkül nem lehet kiállni. És egy topkeeper. Legyen. Ugye a hátulján beváltható a kód, és akkor így az alkalmazásban tényleg ezt a lapot tudjuk használni, amit kiszedünk. A többi az megy majd albumba, vagy bárhova máshova. Egyetlen egyet lehet egy pakból. Megvan a kapus, ezt ide oldalra rakom. Ennek nagyon örülök. Már most 98-as kapus nem lehet elutasítani. Ez nagyon durva. Logókártya szivatás. Nem használunk logókártyát, úgyhogy lényegében egy kártya ki is esett a pakból. Fans favorite 86-os, 88-as Upamecano, 89-es Ellison. Hát Ellisont választom, azt megy a padra. Lényegében meg két kapus nem lehet a keretbe. Jó, ennyire nem gondoltam komolyan a kapus témát. Panini azért valami mást is adj. Egy topmastert mondjuk. Van itt nekünk egy frankfurtos Philipp Max, majd utána egy Saint Maxim 88-as, nem vagyok elragadtatva. 88-as Bruno Fernandes, ennek erősebb az összértéke, talán okosabb amiatt azt választani. Baldé. Na jó, van egy csatárunk, de remélem 90-es csatárokból áll majd össze a végén a csapatom, mert ez a 88, ez nem túl acélos. Gondolj bele, még ez is leverni, mert ennek 89 a védekezője. Úgyhogy ez eddig nem nagy boldogság. Hát, és a következő se 80-as és csillogós kártya, és 80-as az értéke. 88-as kaptén, na az már jó. Marcos Alonso, ő megint nem egy nagy valami, így kártyás tekintetben. Jó, védő, megvan akkor az első védőm, 88-as, ez is, mint oly sok minden ebbe a szériába. Nagyon sok a 88-as értékelésű kártya, ezek gyengék, ez már jó, Phil Foden, 90-es, ez már valami. Rafael Leão, sajnos csak 86-os, nagyon gyenguszka. Maradunk a Fodennél. Érdekes, hogy a Fodent ilyen csatár, full csatárba rakták be. Jobban örültem volna, ha középpályásként szerepel a sorozatban. Be kell durrantanunk a prémium csomagot. Én félek, hogy nagyon elúszik ez a keret. Ahhoz képest, hogy milyen jól indult, olyan rosszul folytatódott. Most a Fodennek tudtam örülni egy picit, de majd ennek fogunk nagyon örülni, hiszen Pedri nagyon jó prémium limitált, 99-es érték, azért nézzük meg a többit. Topkeeper, ez se rossz. De a 99-es középpályás, az a durva. Az a nagyon durva. Oblak még egyszer, csak más laptípussal. Hát ez hibátlan. Ennek nagyon-nagyon örülök. Tudtam, hogy fel kell boostolni itt egy kis prémium csomaga. Ám bár ne felejtsük el, hogy Petinek is lesz prémium csomagja. Az ő bontása majd jön az enyém után egyből, úgyhogy majd ezt is végig izgulhatjátok, hogy vajon ő miket bont. Logó miatt megint nem örülök. Barella, hát ez nagyon rossz. Ellison megint, Donnarumma 88. Ez borzalom, a padomon kapusok lesznek, mert ők a legjobbak ebbe a pakba, ez egy nullás csomag volt konkrétan, nagyon gyenge. Nagyon gyenge.
hogy fog kicserélgetni? Aj, na mindegy, Magician 89-es, az jó, Club Badge pedig három csillogósos pakk, az jónak számít, de a Club Badge nem. Aj, de gyenge. Luis Alberto, vele se fog megnyerni a meccset. Tényleg, akinek örülök egyenlőre, a Foden, a Pedri, meg a Topkeeper, Magnen, a többiek. Nagyon gyengének érzem. Na végre valami Time Machine, Enzo Perez 90-es, az már azért nem olyan rossz. Van egy Titan Tomori 91-el. Micsoda pak. Ebből többet is be tudnék rakni. Opa. Legyen a Titan, mert a védelmem az nagyon gyengén áll, úgyhogy oda kell akkor most embert szerezni. Ezzük a következő csomagot, még azért van hátra pár, tehát egy Topmasternak nagyon tudnék örülni. Mkhitaryan 94-es középpálya az nagyon jó, a többiek már annyira nem, Bellingham mondjuk nem rossz teammate, de maradjunk így. Alakul ez a csapat. Nem olyan rossz ez azért. Most így, hogy egy Time Machine is jött. Jön még egy ritka. Ki lesz az Rising Star? Rico Lewis 89-es védekezéssel. Egészen használhatónak tűnik. Berakjuk bizony. Nézzük a következő. Na gyere, szépen kis csomagocska. Hát nem jön ez a Topmaster. Ciro Immobile 90-es, az mondjuk azért korrekt. A többiek annyira nem, azok már alapabb típusúak, teammétek, de a Immobile az jó. Milyen érdekes, hogy mennyi power típusú kártya van a csapatban. Meglepően sok a négyel. Oké, na hogy momentumból lenne ennyi. Na, Dominator 90-es, nagyon jó, a többiek nagyon nem jók. A logó az katasztrófa, mert ugye az egy nullás kártya, nem lehet berakni. A grill is nem rossz egyébként, hát maradjunk akkor ennél a Callum Wilsonnál, és akkor most már nagyon sok kezd lenni a csatár, úgyhogy ott is majd el kell gondolkodni, hogy most már kell száműzni a padra valakit, mert így már megint nem tudok kiállni, hogy ennyi minden van ott. Elől, Topmaster, Olle, Vini Zsuni, ez az. Tét részét képezi, tehát meg kell nyernem ahhoz, hogy ez ennyien maradjon. De nagyon nagy esélyekkel indulok így, hogy egy Topmaster is van a keretemben. Tökéletes, nagyon-nagyon jó. Saint Maxim helyére már cserélem is ki, tehát ő jön a padra. Ez zseniális. Nagyon tetszik. Nézzük. Dominator, nem választhatom. Nem lehet két ugyanolyan kártya a csapatba. Ez az Ultimate szivatás. Ó, Konaté, De Jong 86-os, 88-as, Jesus és Saka, úgyhogy őket kell választanom, de ők így, hogy 88-asok csak egyértelműen padra kerülnek, hiszen ehhez azért jobb kell a kezdőbe. Nézzük, utolsó csomag, Giant kártya, ez az, 100-as értékelésű Giant kártya, a Titan is jó 93-mal, Milyen jókat bontok a végére. Riad már ez már nincs is itt a Citybe, de nem baj. Azt a mindenit. És akkor most ki kerüljön a padra? Luis Alberto fog a padra kerülni. Szóval, nézzük akkor. Így néz ki a pad. Nem rossz. Azért érzem, hogy ha baj van, lehet onnan cserélni. Akár minden posztra, középpársra, támadóra. Védőre is, ugye a kapusok által. Van itt egy kapusom, a Magnen, nagyon-nagyon elégedett vagyok. A védelem, azzal lehet trükközni azért, ott igazából Tomori jelenti az egyetlen ilyen olyan védőt, akit amúgy szívesen kiküldök harcba. Hát a két City is az azért 90 alatti értékekkel nem túl erős. Viszont a középpályán, ne feledjük, van kettő olyan játékos, aki brutál jól védekezik, az egyik a Pedri és a Casemiro, de ha őket középpályás poszton használom, az is jó, de ha őket csatárként használom, az is jó. Tehát ezek mindenhova jók. A Mkhitaryan ugyanez, csak egy picivel gyengébbet tud, de ugyanúgy használható mindhárom poszton, tehát nekik is nagyon örülök, így fognak kinézni. És akkor a csatársor. Ahol is a Topmastert bárhol be lehet vetni, 100-100-100-as pontszám miatt, Immobile, Callum Wilson, Foden, annyira nem vagyok velük elégedett, de a semminél jobbak, majd oda kell figyelnem, hogy szerintem ez inkább egy ilyen középpályázósabb csapat, úgyhogy majd efelé kell terelnem a játékot.
Remélem, hogy sikerülni fog megnyerni, nem akarom elveszteni ezeket a lapokat. Szurkoljátok majd, de most jön Petinek a bontása, nézzük meg. Mármint én nem, de ti igen, hogy ő mit bontott. Na hát srácok, akkor én is összerakom a keretet, itt ugye már megújítottuk ezt a kártyaháborút, hogy én is a NATO videójában szerepelek, tennél a jó kis csodás műfűnél, de ne ezzel foglalkozzunk. Van itt 16 csomag, egy prémium és 15 sima pak, na hát ezt Renato válogatta nekem össze, mire beértem itt a stúdióba, ez már itt várt, mondom. Na, felvetted a kártyából első felét, mondta, hogy igen, és ez az enyém, hogy remélem jó csomagokat válogatott nekem össze, és nem kinézte magának a legjobbakat. Ugye 11 játékos, kezdőjátékos kell, kezdő kártyát kell kiválasztani, és 5 megy a cserepadra, úgyhogy én azt mondom, ezt a prémium pakot még hagyjuk. Bontsuk is egyből az első sima pakot. Nem mondott semmit, hogy milyen, talán annyit mondott, hogy egész jó lett a kerete. Hát nagyon izgulok, remélem sikerül megviccelni, meglepni valamivel. Mondjuk egy Dominator szalával, azzal mondjuk nem lenne rossz, és szerintem ő is kerül be a keretbe, mert a összes többi kártya rettentően gyenge, úgyhogy megvan az első támadónk. 93-as támadó értékkel egy jó szalá. Őha, gyorsan megnézzük, hogy miket bontott, gyertek srácok, nem csinálunk ilyet. Inkább bontjuk helyett a kövi pakkot. Hát remélem jönnek itt topmasterek, mert az nagy segítség lenne. Rising Star, Bajcetic, júj, Double Trouble, na ne. Kapus Ramsdale, de én nem érzem még ezt a kapust annak, hogy be kéne tenni a kezdőbe. Jaj. Hát ez rém kellemetlen. Az összpontszem miatt elvinnem a Bajceticet, viszont én akkor is ezt a Double Trouble-t fogom betenni a kezdő csapatba. Hát ez nagyon gyengére sikeredett az első két pak. Oké, az elsőből jött egy Dominator szála, de hűha. Remélem itt most már jön valami izgalmasabb, vagy tényleg itt leválogatta magának a jókat. Kyle Walker, Time Machine, Titan, Danilo, Double Trouble, Modric, Kroos, illetve még egy Chiesa. Hát szerintem srácok, ez egyértelmű, és akkor szerintem nem volt még ilyen KH, hogy az első három pakból középpálya, védő és támadó sorba is tettem egy-egy kártyát. Itt nagyon reménykedek a Premium Limitedben, hogy nagyon-nagyon jó Premium Limitedet nyitunk. Mondjuk egy Haalandot, az mondjuk nem lenne rossz. Na, villog. Aztán van itt egy Titan a River Plate-ből, elképesztő gyenge pontszámokkal. Double Trouble az Ajaxból, elképesztő rossz pontszámokkal. Saint-Maximin és Barco. Uram, atyám. Hát ezt a Titant elteszem az összpontszem miatt, de ez fixem már most. Ez már fixem most kispados, és nem fogom soha se behozni, mert nagyon-nagyon gyengék a csomagok. Na most érzem jelenleg a vesztemet, hogy ezt a meccset nem tudom, hogy húzom be. Még egy Time Machine, ez nagyon jó. Hát logóval semmit nem kezdünk, egy Captain a Palmeirasból, Giroud, illetve még egy Gündogan. Figyeljetek, Bonucci 94-es támadása, védekezéssel tud támadni is, ha úgy van, ha nagyon nagy baj van, mert 89-es a támadó értéke, 270-es összpontszám, itt tök két Time Machine van a védelemben, egy jó Bonucci, illetve még egy Walker, Johnston City, aztán egy Dominator Griezmann, na ő mondjuk nem rossz, van még egy Salah, és egy Gimárez, hát szerintem akkor menjen a Grizi előre, és akkor van már két támadónk, a középpálya az mindig botrányos, illetve a kapus kérdés az tényleg eléggé izgalmas tud lenni, mert hát jó lenne nyitni egy kapust. Na, Magician, Saint-Maximin, úristen, Ben White, ne már! Miért ilyen gyengék ezek a kártyák? 88-as támadás, hát azt én így annyira nem érzem, de mondjuk Ben White-ot sem. Eltesszük. Ott úgy jó lesz, de és akkor amúgy támadó, de Magician kártyával. Érdekes. Azt hittem, hogy Dominatorok a támadók, és a Magicianöknél középpályások vannak. Mindig tanul valamit az ember a szériákról. Nem is kell jobb kapus. Nem kell jobb kapus! Ellison Topmaster! Ez az! Na ezzel remélem meglepem majd Renátót. Mindenit! Hát nem is tudom, ide félretesszük. Ott van a kapusunk, egy Ellison Topmaster srácok. Nem is érdekel a többi kártya, azért a rendkedvéért végiglapozzuk őket, de ott van egy kapus. Na, végre valami, akivel lehet támadni, vagy éppen középpályázni is. Remélem jön még Topmaster. Jöjjön még egy könyörgöm. Topkeeper Courtois,
Ezt megmondom, mi lesz. Elviszük a topkeeper Courtois-t is, mert 99-es a védekezése. Ha felhasználtuk az Ellisont, akkor utána lecseréljük mondjuk ezt a double treble-t, behozzuk a Courtois-t, és akkor ott van még egy 99-es védekezés újra. Szóval nagyon-nagyon, így most már kicsit kezdek megnyugodni, hogy a védelem az így nagyon összeáll, de persze azért még jó lenne nyitni királykártyákat. Titan Marquinhos, nem rossz, nem rossz, illetve még egy kettőn Marquinhos. A középpálya az nagyon-nagyon rosszul áll, de hát én akkor is ezt a Titan Marquinhos fogom beválogatni. Lessünk rá a prémium pakra, srácok, én nem bírok tovább. Ugye egy kártyát kell innen is kiválasztani, remélem jó lesz a limited. Hogy ne lenne jó? Hogy ne lenne jó? Saka a középpályára támadni és védekezni is tud. Azért megnézzük a többi kártyát. A minden. Mondjuk nincsen 95 pontszám feletti támadom. Casemiro-nak jobb a védekezés és a középpálya értéke cserébe kettővel rosszabb a támadása. Na, ilyenkor mi legyen? Ti melyiket választ? Jobb az összértéke is. De mi van, ha a támadásom múlva? Vagy nagyon rámegyünk a védekezésre, és akkor azzal kibekkeljük? Őszintén szólva nagyon elgondolkodtam. Nézzük meg a többi kártyát is. Oké. Okay. És akkor most ezen a kettőn kell gondolkodni a továbbiakban. Mind a kettő középpályára kell illeszteni. De ha középpálya harc van, akkor nyugodtan fel lehet használni a Casemirót. És vele nem támadok, hanem védekezek. Nem kerül bele a Premium Limited a csapatomba, srácok. Nem kerül bele. Az a Giant Casemiro annyival jobbnak érzem jelenleg. Aztán lehet, hogy megbánom majd, amikor megy a háború az alkalmazásban. Még egy Top Keeper Ellison. És hát még egy Ellison pontosabban, és ez egy Top Keeper kártya, úgyhogy őt is visszük a kispadra. Hát, srácok, én konkrétan beállok védekezni, leparkoljuk a buszt majd a csata közben. Ez egészen hihetetlen. Olyan védekezéseket fogunk letolni, hogy szerintem még egy kártyaháborúba se védekeztem. Így. Fence favorite, aztán Hongran, még egy Ederson, még egy kapus. Srácok, mennyi kapus jön? Hát most nincsen gond a kapusokkal. Ellenben az összes többi kártya az nem jó. Úgyhogy megy ez a fence a kispadra. Na, három pak van hátra. Úgyhogy nézzük is a következő. Giant Vinny, és akkor így, ki van bekkelve, hogy a Saka, így akkor ki van bekkelve, hogy a Saka nem került be a kezdőbe. Az nagyon jó, 99-es támadás, 95-es védekezés, 96-os középpálya érték, de támadásra fogjuk felhasználni. Nézzük a következő pakkot, úgy tűnik, hogy mégiscsak jó csomagok maradtak, még egy topkeeper. Ennyi topkeepert már nem tudok eltenni. Na mindjárt lehet nyomunk egy turpisságon. Mindjárt lehet nyomunk egy turpisságon. Úgy. Négy támadó srácok. Úgyhogy most nézzünk. És rettentően sok védő játékos. Nézzük az utolsó pakkot. Hát, igen. Ez viszont nagyon gyenge lett. Ellenben én azt mondom, hogy tegyük be ezt a pályátet. És amikor akkor megy a csata, és védekezni kell, lejön a pályát, felhasználjuk az Ellisont, középpályára mondjuk, lejön a pályát, behozzuk mondjuk a Courtois-t, lejön az Akkágni, behozzuk az Ellisont, lejön a double treble, behozzuk a Ter Stegen, elképesztő nagy védekezés lesz, de ez lett az én csapatom, így mondjuk, hogy ilyen sok jó védőkártyám van, eléggé megnyugodtam, egy fordított 4-3-3-mal állunk fel, remélem meg tudjuk lepni a Topmasternek, rettentően örülök, és remélem sikerül legyőzni Renátót, úgyhogy menjünk át és váltsunk át az abba. Meg vagyunk, kérem szépen, van, össze abba, vannak rakva a csapatok. Hát én még, ti már láttátok, én nem láttam Peti hogy csapat összerakását, és az enyémet, úgyhogy megvan az izgalom. Mit egyeztessünk? Összpontszám, kártya összeget. Azt mondja, hogy a kártya összege 4107. 4107. 4237. Ó, annyi van jobb. De mi? Giantek? Momentum. Majd kiderül. Topmaster. Annyival jobb. Majd kiderül. Hát ez...
mindegy. Nyitottál jó katon? Kapus nem volt gond? Nem. Nálad? Nem. Aha, prémium, azt beszéltük videó előtt, hogy a premium limitedet mindkettő... Nem, te nem raktad be? Én nem tettem. Én meg beraktam, igen. Igen, nem akartad nézni a kikukázott kártyákat, mondom, de ne nézd már, mondom, jó, nézd meg, de akkor elárulom, igen, hogy mi van a limitedbe. Hát a kikukázott, amit ugye nem raktunk be. Igen, úgy, tehát nem a kukába dobott, hanem a... Mi vagy te, a Bouncy? Bouncy Nice Guard. Jó, klasszikus, oké. És ugye mondtam is, hogy nem tudom, te tudod, de... De a tét, a kibontott kártyák. Én nem mondtam, de sejtettem. És az enyémek között vannak nagyon jók, amit elnyerhetsz. Itt is. Itt is vannak jók. Na, mi, te is egy fordított 4-3-3-ba, ahogy én. Izgi. És kezd a... Én kezdek a Mega Ivor Eagle. Jó, beszéltem a srácokkal itt egy taktikáról. Én is. Mint magamban, ami jó lehet. Én is. Úgyhogy most azt megpróbálom alkalmazni. Kiancsak mit rá. Én most nem fogom hagyni magam, tehát itt nem mint eddig hagytam volna magam, de most Casemiro párbaj. Egy pont döntött a Casemiro párbajba, mert a lába erősebb a focistának, mint a hasa. Hely, jó. Ez most meglepetés. Meg? Na, jó. Helyes, nagyon helyes. Gondolkodok merre tovább. Jó lesz ez. Jó lesz ez. Ne. Topmastert nyitottál. Hogyne, te nem nyitottál? Nem már, egy pontszám döntött. A premium limiteden, oj. Még az nagyon jó volt. Basszus, mit hozol? Ugye a Casemirót tettem a premium limited helyett. Ja, igen, gondoltam, hogy valamilyen trükk lesz. Ez direkt volt. Jól van. Jól van. Tudtam, hogy nagy ágyút hozol. Vinny Juni Giant, az mondjuk durva. Már pörgess ki a momentumodat. Tedd ki. Hagy szóljon a momentum. Hogy sokat gondolkodsz. Hát, na, kell kapus, a taktika. Kapus. Jó, nézek egy ilyet. Á, de milyen jó lapjaid vannak. Hát, jó, biztos, hogy a többi is jó. De jó ég. Hát jó, ezek jók voltak. Úgy gondoltam, hogy... Az a négy lap, ez elég durva volt, amiket hoztál. És 3-1-re vezet, szóval valamit kellene most már csinálnom. Megint kapus ez a... Úgyhogy beerősítünk akkor. Ott tudtam, hogy nyitottál Topmaster. Hát csöndben maradtam. Sejtettem, hogy van valami turpisság benne. Van Topmaster, van, úgyhogy te is nyerhetsz Topmastert, hogyha megnyered. 3-2, még mindig azért forró a talaj, de valamit megpróbálok azért eszközölni ezen. Reméljük, hogy összejön. Ja... Nyomjad, nem baj, ha kikapsz. Hát most mi baj lehet belőle, hogyha rosszat traksz ki? Na ez már így, ez döfi. Nem, a védőt tettem oda, azt hittem, hogy védekeznem kell. Döntetlen az állam. Ja, elég komoly. Olé. Forró a helyzet. Jó van, küldök emojit. Hát figyelj, hadd szóljon egy középpálya. Úgyis egy-egy középpályásunk van, sírjál csak. Nézzük, hogy mit pukkantasz ki. De te nagyon cserégetsz, hogy nagyon morfondírozva, hogy mit kellene csinálni. Látom, hogy pakolgatod a kártyákat. Azaz. Az Inter az Inter ellen. Nem tudtam volna szembeszállni. Mikitárja nálam. Ugye nagyon rossz kártyákat nyitottam a mezőnybe. Igen? Nagyon rossz csomagokat hagytál hátra. 4-3-ra vezetek, most lehet megfogni. Kérdés, hogy mivel fogjalak meg, mert... Jó lesz ez. Módosított kellett volna rátennem. Lehet, akkor fix lett volna a győzelem. Mindegy. Bakker is 2 pontszám. Izgultam. Bár összértékben is jobb vagy. Izgultam. Nagyon döntetlen bakker. Tele volt a naci. Hát, igen. 3 védőd van, plusz a cserepad, ugye? Te nem vagy bot. Tudod a cserepadot használni. Szerencsére. Mi lesz itt? Kíváncsiak, mit pakolsz? Még egy kapus! Még egy kapus, jó, nem baj, valami ötlet csak van rá. Melyik a jobb? Ez a jobb. Hát akkor gyere. Áj, de durva. Ezek a top képerek? Ez nagyon durva. Nyitottam 3-at, meg az Elifon Topmaster kapuba. Tényleg, az is kapus. Úgy jöttem ide, hogy védekezni fogok végig. Ahhoz képest próbáltalak azért belevinni. Igen, belevittél egy kicsit a trükközésbe. Na jó, hát... Basszus!
Annyival kijön, annyira hogy... jó lett a védelmem, annyira jó taktikát igen. találtam, ki mondtam a srácoknak, hogy szerintem itt védekezni fogunk, lehozzuk a rosszakat, mert elvittem három top keepert a kispadra, az Ellison miatt nem tudtam többet betenni. Ez de kijött, hogy mennyi gold fú, típusot nyitottál. Igen. Itt látszódott ugye az összérték, amit mutatott a játék. Ugye a sok goldot nyitottam. Amúgy a középpályán nyitottam. Nagyon rossz volt, tehát ott a Casemiro kivételével senki értékelhető nem volt. Ott sikerült is visszajönnöm. Volt egy fence-em, egy fence favorite-em támadóba, azt is lecseréltem. Kapusra, mire másra, hanem kapusra. Ez is vicces, hogy a Premium Limited-es pakból igazából nem is a Premium Limited-et nem. használtad. De okosra jártam volna jobban, hát igen. Aha. Itt volt, hogy ez a pályát, ez... Ett volt ez az Akkagni, az hagyjuk is. Hát ilyen, nekem meg ilyen vegyes. Lehoztam a Marquinhos, bekockáztattam, hogy rosszabb, jobb egyel a védekező értéke, de a Bonucci-nak még nagyobb a összpont aha. száma, hogyha valami olyasmi van. Hát én is nyitottam pár goldot, de ennyit nem mint te, tehát ez nagyon sok, volt. Hát a kezdőben van 4 gold, és a kispadon még 3. És egy topmaster jött mindkettőnél. És egy topmaster. Jó volt, én nagyon szeretem ezeket a meccseket. Mondtál már ilyeneket is, hogy ilyen csak teammate. Ja, az izgi ilyen, meg ami vicces volt, még annó csináltunk ilyet, hogy minifémdoboznak a tartalmát kellett felhasználni. Igen, igen. Bármennyit fel lehetett, de csak a minifémdobozból. Csak dobozból. A minifémdobozból ilyet lehetett. Nyomhatunk szerintem. Majd abba még. Is ha... befér a teammate, ha van kedvetek. Ja, simán, ha van kedvetek, akkor csapatunk majd. De ez lett van a klasszikus kártyaháborúnak a visszavágója. Amit te nyertél meg, úgyhogy hát gratulálok. Most formában vagyok a kártyát. Most nagyon nyomod neki, úgyhogy legközelebb találkozunk, srácok. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok és megnéztétek ezeket a videókat, meg közös videó mindenhol, csapatjuk ezerrel, vaktörténjen és hát gamingen. Szomorú. Most már végig nagy ritkán fogjuk. Majd valami lesz ott is persze. Összehozunk majd valamit. Összehozunk. Ja, valamit majd csinálunk. Köszönjük, hogy itt voltatok. Sziasztok. Sziasztok.